Érkezés a célhoz a bal oldalon. Kiskunmajsán vagyunk a Pongrácz Gergely által alapított 56-os emlékmúzeumnál. Az épület 1925-ben épült, és tanyasi iskola volt. 1995-ben romos, elhagyatott állapotban volt, amikor megvette Pongrácz Gergely, és 4 éves kitartó munkával újította fel. 1999. március 14-én Tempfl József nagyváradi püspök szentelte fel a múzeumi épületet. A kiállított lövegeket, a T-55-ös páncélost, valamint a kiállításon szereplő tárgyakat, fegyvereket, dokumentumokat a Hadtörténeti Intézettől kapta meg Pongrácz Gergely. Később nagyon sok magán személy is adományozott a múzeumnak különböző relikviákat. Gergely édesanyja és édesapja. A Pongrácz testvérek, közülük 6 fiú harcolt a Korvin közben. A kiállítási anyagok beszéljenek magukért. Aki jobban el akar mélyedni a történésekbe, az állítsa meg a szöveges részeket és olvassa végig. Thank you.
A nagy ötlet, a páncélosok réme, a Molotov koktél. Budapesten a fontosabb harcászati ellenállási pontok. Ez a táblázat azt mutatja, hogy a kádári megtorlások hol voltak, hány halott és hány sebesült volt az adott helyszíneken. A múzeummal szemben az országút másik oldalán látható a 2002-ben felépült 56-os ökumenikus kápolna, melyet Csete György tervezett. Felszentelésére 2002. június utolsó szombatján került sor, amikor is az utolsó orosz katona is elhagyta a magyar földet. Tankcsapda. Gergely faragta Krisztus szobor. Thank you.
A falon 8x20 cm-es táblákon a kádári kor kivégzetteinek, mártírjainak neve szerepel. A szobrokat és Gergely fejszobrát Kun Éva szobrászművész készítette. A kápolna közepén temették el Pongrász Gergelyt és testvérét Pongrász Ödönt. Szóljon értük a kápolna lélekharangja.